Palkovics László innovációs és technológiai miniszter hivatalosan is megnyitotta a 2019-2020-as tanévet szombat délelőtt Nyíregyházán. A miniszter beszédében kiemelte, a robotizáció ellenére a rohamosan fejlődő és automatizált világban egyre nagyobb szükség van az emberi erőforrásra. A fiatalok körében jelenleg a szoftverfejlesztő, a műszaki informatikus és az IT-mentor képzés számít a legnépszerűbbnek. A nagyvállalatok országszerte és a Szabolcsi megye székhelyen egyaránt biztosítanak állást ezekben a munkakörökben. Magyarország hosszú távú sikerének záloga az ország versenyképességében rejlik, a magyar gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a minőségi szakemberképzés, tette hozzá Palkovics László. A szakképzés terén kiemelkedő teljesítménynek számít, hogy 10 év után először tavaly ősszel 8,5%-kal több diák kezdte meg tanulmányait szakgimnáziumban, mint általános gimnáziumban. Tavaly elfogadták a szakképzés 4.0 stratégiát, ez több változást és átalakítást jelent majd a jövőben. 2020-tól kezdődően a szakgimnázium jelenlegi 4+1 éves képzési struktúráját a technikum 5 éves képzése váltja föl. Innen a diákok egy érettségi bizonyítvány és egy technikus oklevél birtokában, továbbá a duális képzésnek köszönhetően gyakorlati tapasztalatokkal léphetnek egyrészt a munkavilágába, illetve a jó eredménnyel végző, tovább tanulni vágyó fiatalok számára a technikumból direkt átjárás nyílik a szakirányú felsőoktatási intézménybe. Továbbá a szakközépiskolát 3 éves szakképző iskolává alakítják, ahol a szakmai tapasztalatot az utolsó 2 év duális képzése biztosítja. Valamint részszakképzést nyújtó műhelyi iskolákat is kialakítanak azok számára, akik nem tudják elvégezni az általános iskolát, vagy a szakképzés évei alatt elhagyták az oktatási rendszert, közölte a miniszter. Az átalakítások célja, hogy csökkenjen az iskolai lemorzsolódás, és minden diák szerezzen valamilyen végzettséget. A magyar gazdaság teljesítménye az előzetes várakozásokat is felülmúlta. 5% fölötti a növekedés, így Európában a legjobbak közé tartozunk, ha a gazdasági mutatókat nézzük, hangsúlyozta Parrag László Nyíregyházán. Emögött az együttműködés van. Az a közös munka, amit a gazdasági szereplők, a dolgozó emberek, a kormányzat és a kamarák végeznek. Ezt nagyon fontos azt gondolom, hogy leszögezni és megerősíteni. És igaz ez a képzés területén is. A duális képzésben ma Magyarországon a kormányzat mellett, vagy a kormányzattal szorosan együttműködve jelen vannak a gazdasági szereplők is, és azt gondoljuk, hogy ez helyes irány. A kormányzati eszközöknek köszönhetően a 2012-es közel 12%-ról idén nyára minden eddiginél alacsonyabb szintre, 3,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta Magyarországon. 800 ezerrel többen, így már több mint 4,5 millióan dolgoznak ma hazánkban, és több 100 000 családban váltotta fel a segélyt a munka, közölte Palkovics László a Szabolcsi megye székhelyen. Hétfőn a nagykálói Budai Nagy Antal szakgimnáziumban is megkezdődött az oktatás. Az intézményben jelenleg több mint 500 fő tanul nappali és esti képzésben. Ez az intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legrégebbi állami középiskolája. 1870-ben jött létre, így az idei már az iskola fennállásának 150. tanévnyitója volt. 150 év azonban valóban emberi és történelmi léptékkel mérve is nagyon hosszú idő. 150 év alatt rendszerek, társadalmi rendszerek, politikai rendszerek jönnek-mennek. Egy azonban biztos, hogy az ember és az emberek által összefogással alkotott szervezetek, intézmények képesek akár 150 évet is megélni. Erre bizonyíték a Budai Nagy Antal szakgimnázium, erre bizonyíték, hogy itt lehetünk ma is. A Budai Nagy Antal szakgimnázium történelmében 2 fontos állomás volt eddig. Az egyik, amikor 1956 őszén új épületrészt kapott az intézmény, a másik pedig, amikor 1975-ben elindult a középfokú óvónő képzés, amely országos szinten is elismertté vált az indulástól 1990-ig. A tanévnyitón elhangzott, az iskola mindig képes volt alkalmazkodni és megfelelni az új rendszerek elvárásainak. A 2019-2020-as tanév kezdete több mint 1 millió diákot érint országszerte. 1
1,2 millió fiatal kezdte meg tanulmányait, kik boldog lelkesedéssel és nagy örömmel, kik mérsékelt lendülettel, de egy biztos, hogy az új tanév kezdetét veszi. Ha a szakképzési területet nézzük, akkor 207 ezer diák kezdi meg ezekben a napokban tanulmányait, ami önmagában is egy fontos szám. Nyilván az ő munkájukat kell, hogy segítsék a pedagógus kollégák, akik nagyon fontos munkát végeznek el, ők 23 ezeren teszik ezt országszerte, és itt is a Mátészalkai Centrum, illetve a szakgimi égisze alatt. Olyan elismert és híres magyarok születtek Nagykállóban, mint például Korányi Frigyes, vagy a Simonyi Óbester néven híressé vált Simonyi József legendás hírű huszártiszt, közölte az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője. 150 év távlatából most azt szeretnénk a táskába helyezni, ami itt látható, kedves diákok, hogy 150 év múlva ebből a térségből kinövekedve legyenek olyan mosolygós, tehetséges diákok, és tartsanak itt, ezen a helyen évnyitót, mint ahogy most. Ezt kívánom az iskolatáskába. Az intézmény épülete az elmúlt időszakban korszerűsödött is. Többek között nyelvi labort alakítottak ki. Eszközfejlesztés történt a sportszerek és az informatika tekintetében, valamint a szabad téri tornapályát is felújították.